Szuper, hát üdvözlök mindenkit, kint vagyunk Zagyván ismét Lacival, mai nap is itt busázni fogunk, itt a nyárfasorban vagyunk benne, itt pont itt a közepén szemben ott van a sétány, és éppen húzzuk össze az etetőbothoz a szerkókat, ugyanazt a távolságot tudjuk meghorgászni, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, csináljuk a melót, aztán fogjuk, reméljük majd a nagy busákat. Ami fontos, hogy múltkor, amit elrontottam, hogy onnan kell etetni a bottal, ahonnan majd dobálsz a szerkóval, mert akkor múltkor úgy csináltam, hogy lejjebb mentem egy 2 métert, mire észrevettem a 8. kosárnál, hogy basszus, nem is innen fogok dobálni, úgyhogy összekavarodtam ott, de tényleg ez a legpontosabb módja a dolgoknak. Tiszán is így szoktam csinálni. A mai nap is kulkárpos busázóeteti anyagot fogunk használni, eddig is jól bevált. Sikerült már idén is nagyon sok busát fogni vele, úgyhogy teljesen jól működik, ahogy kell. Három. Gyorsan bekeverjük, és akkor kezdődik is az etetés. Most dobod be. Bocokat összehúztuk. Mind a 4 bot ugyanazon a távolságon ki van klipszelve, gumizva, mint ahogy az etető bot is. Hurcoltam ki ezt a csavarzót, meg a keverőszárat, meg minden, de nekem valahogy nem jön be. Jobb ez a kézzel. Jobban érzi az ember, hogy milyen lesz az etetőanyag. Én is jobban szeretem amúgy. Igen. Kézzel nem olyan sok ez most 3-4 kilót bekeverni egyszerre. Nem szokod le az reméljük, hamar elfogy, és Misi hozza az utánpótlást. Hát reméljük, igen. A horgászni nem jár már lassan. Na jó, ne bántsuk, mert van annyi dolga, hogy 3 ember is belefáradna szerintem. Az etetőbot, amit használok, ez a szokásos 2-10-es harcsázó kemény bot. 40-es fonos zsinórral, és akkor egy nagyméretű kosár van fönt. Ráaplikálva egy ilyen 120 g-os ólom, és akkor ezzel gyorsan süllyed. Pöpec, jó gyors etetés lehet vele csinálni. És most arra odafigyelek, hogy onnan dobálok, ahonnan majd peszázni is fogok, hogy a távolság az stimmeljen. Legutóbb pont lementem másfél 2 métert a partig, és ez úgy már nem az igazi. Jó, fék behúzva, támpont megvan ott szembe az a kopasz fa, ami még nem hozott levelet, és akkor mehet be a cuccos. Vizen mennyivel rövidebbnek látszik a távolság. Igen, mint a itt kint a szárazföldön. Igen. Úgy csinálom egyet nekem, egyet neked. Jó. Vagy úgy lehet a legjobb, hogyha 2 nekem, 1 neked. Úgy is jó. Úgy is a kosarakkal még juttatunk be bőven kaját, úgyhogy... Jó, de jó időnk van, az a lényeg egyébként. Szél se fúj, legalábbis annyira nem. Szóval nem dobálunk messze, mondjuk itt a meder. Uh-huh. Ez itt 4, de a nagy busa reméljük itt van. Tavaly fogtak itt ilyen 30 kilósat, vagy... Nem, hát tényleg? Aha. Én már kérdezem is, hogy nézzük. Hát gyorsan lesüllyed, tehát itt szinte 2-3 méter közötti víz lehet. Hát körülbelül igen, 2-3 méter. Ugye alapból a nyári vízszinten az agyva itt körülbelül 30-40 centi ezen, igen, a szakaszon. Igen, igen. 2-3 méter lehet arról, az ő még beállhat akár nagyobb hal is, mert azért csak nem annyira buták ám ezek a busák se, tehát hogy... Ki vannak már tanulva. Félénkek is azért. De igen, nem lenne rossz ilyen 10 pusztosat fogni azért belőle. Lenne. Igen. Mondjuk nekem már a 2-3 kilós is, azt mondom, hogy ha összejönne az első buszázásom alkalmával, egy 2-3 kilósat fogok, én ma azzal meg lennék elégedve. Na, akkor etetés megvan, kezdhetjük a... Én megvárom, amíg te megcsinálod, és akkor én majd leutánozlak, mert jó, ahogy mondtam az előbb, nekem ez az életem első célzott busázása. Fogtam már ugye busát sokat, de bundába akasztva, vagy éppen mit tudom én véletlenül. Igen, igen. De kimondottam, busázni most fogok először. Az előfordul, mert annyi van, hogy ki perget, meg így horgázgat sokat Tiszán, így úgy vadvizen, óvatatlanul is fog évente 1-2-t
Na hát ennyi, így néz ki a, igen, és a akkor... dolog, és akkor ezek kis, ezek kis előkék, 4-6 centis, uh-huh. Az például a Ladányin volt a jó, az ilyen kisebb busára, de uh-huh. Itt is fogtam vele, úgyhogy uh-huh. Működik ez. És akkor épp, hogy csak a Rokhegyét akasztom be. Jó. És az egyiket, a másikat nem, hogy ne akadjon össze, gondolom. Igen, igen, és akkor hosszabbat rakom a kosárba. Értelek. Féket jó be kell húzni, hogy újra vágja. Hoppá. És akkor onnan kell ezt is elkezdeni dobálni, mert ha. Ezzel is kialakítunk etetést, ahonnan végig okay. Fogsz, ugye okay. Széken. De az már. Ennyi. Megjött az első. Első. Az igen, meg is van. Kim vagyunk az agyván busázni. Aha, a hosszú előkét átcseréltem. Szép lesz. Igen? Igen. Hát hallod, ez egy ilyen hatos körüli. Igen? Meg tippelem így elsőre. Hogy már ezt érezszerem össze. Hogy vagyok alatt a felette. Aha. Jó lesz. Húha. Ez alatt vagy felett vagyok. Jó. Oké. Okay. Misi meghozta az új etetőanyagot, csak a gátig jött be és megjött a busa. Várnak már most azért. Az lesz az. Úgy de szép hal. Hopp, kis akadt végszóra, de a hal megvan. Mekkora mák. Az igen. Kilőtte az etetőkosarat, még jó, hogy nem a szemedbe ment a igen. Korog. Hát ez 6-7 kiló minimum. Az igen. Ezért éreztem én ezt ilyen jónak. Még közel. Itt van a mai nap első busája, egy gyönyörű. Ez nagyon szép méret. Ez az. Most így azt a busát fogom lemérni legközelebb, ami a matraszba végigér, az biztos 10 kiló feletti. Ez ilyen 6-7 kiló körül. Már nem rossz. Nem rossz, nem rossz. Igazi élmény egy ilyet megfogni. Hát örülünk. Nem maradunk ma se busa nélkül. Becsapva érzem magamat. Egy órát még vagyunk, kettőig vagyunk, aztán adunk még 58 perce van a busáknak, hogy jöjjön. De az jött az, amit mondtam, hogy megjelentek a busák, vagy akkor nem is vigyázom ott mozgás. Elkezdődött. Ugye voltak, volt. Igen, szépen elkezdett mozogni, meg be is jött ez a kapás, és akkor utána el is mentek, pedig volt bent kaja, már frissítettünk, toltuk rá, meg hát az alapozatotés után, mikor két és fél órával később jött az első, úgyhogy nem tudom pontosan mi a gond, hova mennek Arcon. Ilyenkor. Na jó, el is szakadt az előke a szákolásnál. Hát most nem jönnek valami